éjszakálló, kedves Mikulás, de szeretnék találkozni te veled. És hogy tud, hogy hova gyere majd, azért írom neked a levelet. A második advent alkalmával a helyi általános iskolások adtak műsort Sárospatakon a Makovec Imre téren. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, valamint az Erdély János Általános Iskola és diákotthon tanulói színpadra álltak. Verselték, énekeltek, meghitt gondolatokat közvetítettek a közös adventen résztvevőknek. Sárospatakon már a hagyománnyá vált, hogy vasárnaponként rövid ünnepi műsort követően közös gyertyagyújtásra kerül sor. Az ünnepi műsort követően pedig egy köszöntő következett. Sárospatak város általános iskoláinak dolgozói és tanulói mindenkinek nagyon sok szeretettel kívánnak áldott adventi készülődést és nagyon boldog karácsony ünnepeket. Bronzvasárnap általános iskolások közösen gyújtották meg a második adventi gyertyát. December 13-án a középiskolások adnak ünnepi műsort, míg a 4. adventi alkalmon a város civil szervezetei és vállalkozói lesznek a közös program megvalósítói. Az adventi időszak felkészülés Jézus Krisztus születésére, karácsony ünnepére.